Javult a természettudományos oktatás gyakorlati feltétele a Deák Ferenc Gimnázium és Kollégiumban Fehérgyarmaton. Egy pályázat keretében az iskola régi kémia termét alakították át egy 36 személyes laboratóriummá. Modern készülékeket kaptunk digitálisan is, számítástechnikában is, egyebekben. Hát és a pályázatnak a teljes összege 346 millió forint, amit még kimondani is öröm egyébként, meg borzasztó másoknak. Hát ennek egy része természetesen a megvalósításra, most a megvalósítási időszakra hozzákötődő, a többi pedig a fenntartási időszakra tartozik majd. A pályázat még 2012-ben indult azzal a céllal, hogy korszerű körülmények között ismerkedjenek meg a diákok a kémiával, a fizikával, a biológiával és a földrajzzal. A záró rendezvényen a térség országgyűlési képviselője úgy nyilatkozott, a szellemi tőkébe fektetett munka mindig megtérül. A Fehérgyarmati Deák Ferenc gimnázium pedagógusai együttműködve a térségi iskolák pedagógusaival, igazgatóival kiváló munkát végeztek, és egy olyan labor átadására kerülhetett sor, ami egyébként persze természetesen már működik, ami a 21. században, abban a világban, ahol a természettudományoknak, a modern tudományoknak egyre nagyobb szerepe van, akár egy fehérgyalmat térségéből származó, nehéz körülmények közül érkező diák számára is kellő biztonságot adhat abban, hogy ebben az űrzavarban eligazodjon. Az intézménynek kiemelt szerepe van a térségben. Az emelt szintű természettudományos oktatás miatt a környék 12 különböző iskolájából járnak ide diákok. Szívet melengető érzés egy ilyen beruházást látni e falak között. Ez a projekt a természettudományos képzést segíti elő. A gyerekek olyan gyakorlati tudást, tapasztalatot kapnak, amely a jövő tudósai, kutatói számára nélkülözhetetlen. Én úgy gondolom, hogy ez a projekt a jövőben meghozza a maga eredményét, hiszen olyan kiművelt emberfőket fog képezni, amely a jövő társadalma számára nélkülözhetetlen. A Fehérgyarmati Gimnázium tanulói számára már 4 éve elérhető az emelt szintű természettudományos oktatás. Az új laboratórium a tanárok munkáját is megkönnyíti a jövőben.